Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Az elmúlt hetek gazdasági adatai alapján a Rétvári Bence úgy véli, hogy az ország erősebb, mint a válság kirobbanásakor, meg hogy jól vészeljük át a piaci turbulenciákat. Rétvári Bence a vendégem, jó estét kívánok! Kezdjük, szép estét kívánok! Hát ma például az OTP, a MOL papírokat ugye fel kellett függeszteni, a svájci frank a 270-et is megjárta már, bajban vannak a devizahitelesek, azt nem mondhatjuk, hogy a gazdaság egészének ez a jelenlegi helyzet jót tesz, mert hogy a külgazdaságtól mi igen jelentősen függünk, akkor Ön meg mire ilyen optimista? Valóban, ahogy ön is mondja, hát a nemzetközi folyamatok óriási problémákat okoznak Magyarországon. Az OTP 10%-nál többet esett a mai napon, de hát ez nyilvánvalóan nem az országnak szóló, vagy az országban keletkezett hírek miatti esés, hiszen ugyanígy estek a francia vagy az olasz bankoknak is a részvényei, és a mai napon is jól látszik szerintem egyfajta kettősség, míg a nemzetközi folyamatoknak jobban kitett bankpapírok ugye nagyon nagy mértékben estek, ami nagyon rossz Magyarország számára, ugyanakkor az államkötvény piacon viszont a magyar államkötvények stabilan tartották magukat. Tehát arra része, ami az ország gazdasági teljesítményét jobban méri, ott kisebb a visszaesés, ami sokkal inkább nemzetközire kitett, ott nyilván jobbak. Csak én nem ezt kérdeztem, tehát az teljesen igaza van, vagy abban teljesen igaza van, hogy ez nem magyar jelenség, mert nem Magyarországnak szólt, hogy az OTP papír, vagy a MOL papír, de nincs semmi baj az OTP-vel, vagy a MOL-lal. De mitől ilyen optimista, mire fölmeri azt mondani, hogy ezt a turbulenciát mi jól vészeljük át, és hogy a gazdaság a szavaiból az derül ki, mintha minket ez teljesen érintetlenül hagyna. De egyáltalán nem azt mondtam, hogy teljesen érintetlenül hagyna minket, hanem azt mondom, hogy Magyarországnak most stabilabb a helyzete, mint egy évvel korábban volt. Van egy óriási influenza járvány Európában, a magyar szervezetet is megpróbálja megfertőzni, de sokkal ellenállóbbak vagyunk, hiszen jól láthatóan növekedett a foglalkoztatás 30 ezer fővel az egy évvel ezelőttihez képest, magasabb a bérszínvonal, nem sokkal, de valamivel magasabb a kiskereskedelmi forgalom. Ugye még mondjuk Nyugat-Európában, vagy az előző hónapokban Magyarországon is folyamatosan esett a kiskereskedelmi forgalom, ez jelzi azt, hogy mennyit tudnak fogyasztani az emberek. Ez most egy icipicit, de nőtt, tehát pozitívba fordult Magyarországon. Ez nem azt jelenti, hogy nálunk, mint egy betonfalnál meg fog állni a válság Magyarországon. Sebezhetők vagyunk, de kevésbé vagyunk sebezhetőek, mint egy évvel ezelőtt, és ezek nem kósza adatok, ami egy-kettő összefüggéstelen, hanem itt azt lehet most már látni, hogy hónapról hónapra bizonyos számok sokkal pozitívabbak. Messze nem olyan jók, nyilvánvalóan az államadósságunk csökkent 3-4%-kal, ez messze nem olyan jó, mint hogyha 40%-kal kevesebb lenne, nem ezt akarom én sem nyilván mondani, de mondjuk kevés ország mondhatja el az Európai Unióban magáról azt, hogy csökkent az államadóssága ebben az időszakban. Persze, de kevés ország, egész pontosan egy sem mondhatja el magáról, minket leszámítva, hogy a nyugdíjpénztári lakossági megtakarításokat egész egyszerűen elhappolta. Volt olyan ország, amelyik ezt a rendszert nem így építette ki nagyon okosan, és külön választotta teljesen az állami kasszát és az önkéntes kasszát. Magyarországon is van most már egy tisztán magánkassa, amit mindenki önkéntesen ajánl föl, és egy tisztán állami kassza, amit az állam szed be. Eddig volt egy olyan köztes megoldás, hogy az állam törvényi erővel kötelezte az embereket arra, hogy fizessenek be, csak nem neki, hanem másnak, és ez a pénz hiányzott az államkasszából. Ezért vettünk föl ekkora hiteleket. De saját magának. De megint nem ezt kérdeztem, tehát hogy erre mi azért olyan nagyon nem lehetünk büszkék, hogy hú, az államadósság csökkent, az államadósság most egy tételben csökkent, a magán nyugdíjpénztári megtakarításokat, illetve az abból származó állampapírok kivonásával tudtuk csökkenteni az államadósságunkat. Tehát, hogy ez nem a gazdaságpolitikának, vagy a kormány gazdaságpolitikájának köszönhető. Azért szerintem igenis büszkék lehetünk arra, hogy egy ütemben már csökkentettük, és idén még egy ütemben csökkenteni fogjuk az államadósságot. Szerintem bárhogy is nézzük, ez mindenképpen pozitív hír, és kívülről nézi valaki Magyarországot, ez mindenképpen pozitív hír. De az, amit Magyarország egyébként tesz a gazdaság ösztönzésére, 10%-ra csökkentett társasági adó, az szintén egy befektetőnek vonzóbb lehet, hogy van egy ország, aminek csökken az adóssága, nagyon versenyképes 10%-os kulcsa van. Hát azért mégiscsak Audi gyár azért bővül Győrben, itt-ott azért bőven vannak befektetéseink. Ez egy hosszú folyamat, igen, örülünk is neki, a Mercedes gyárnak is örülünk, de ez egy hosszú folyamat, ami mostanra ért be, tehát ez se a mostani kormány döntésének, vagy mostani gazdaságpolitikának valamelyik nem, de mondjuk az Audi gyárnak a bővítése az már ennek a kormánynak szól szerintem, hiszen ez a kormány tudott olyan környezetet produkálni, akár munkavállalók, akár beszállítók terén, vagy a társasági adó változtatással, ami megéri az Audinak itt bővíteni. Pontosan ez a célunk, ugye, hogy Magyarország
európai versenyben minél versenyképesebb legyen, ezért nem írtuk alá az európai versenyképességi paktumot is, hogy ilyen beruházások ide jöjjenek. Az hát Audi szerintem már ennek az eredménye. A Mercedes gyár valóban, ez egy áthúzódó, de az Audi az már mostani eredmény. Hát az Audival is az előző kormány, és most mindegy is, hogy ki régóta volt, itt van, hát nem, az a, igen, az a de hogy ők kezdték a tárgyalásokat, és most ez nem azt mondom, hogy ez a szocialisták érdeme, csak mint tényt mondom. Azon kívül nem biztos, hogy társasági adócsökkentés volt akkor a motiváció az Audi gyárnak, inkább az állami hozzájárulás, nem? Az állam ügyel arra, hogy mekkora hozzájárulást ad a külföld és a magyar vállalkozóknak a beruházásaihoz. Itt ugye általában most nagyjából mondom a számokat, hogy körülbelül egyharmada az, amit külföldiek teremtenek meg munkahelyként, kétharmad, amit magyar vállalkozók, éppen ezért ugyanakkor összeget költ az állam a magyar vállalkozóknak a munkahely teremtésére, mint amennyi arányosan a foglalkoztatási adatokból kitűnik, tehát mivel többet. Milyen címszó alatt? Hát a Széchenyi tervből máshol új munkahely teremtésére lehet pályázni. Éppen ezért az ott elkülönített összeg a magyar vállalkozóknak arányaiban megfelel az ő munkaerőpiaci részesedésüknek, és nem borult fel ez az arány, mert az előző kormányok alatt az elmúlt 8 évben ezért ez megbicsaklott ez az arány, és többet kaptak a külföldiek, mint a magyar vállalkozók. Pontosan azért mi nem csak ezzel kívánjuk őket becsábítani, hanem mondom a társaságadó csökkentéssel egy kulcsos adóval. Különböző programok voltak az előző kormányok ideje alatt is a hazai vállalkozóknak, de az imént azt mondta, hogy még az idén még egy lépcsőben csökkentjük az államadósságot. Miből? Milyen pénzből, vagy mi a terv? Hát a pontos magányugdíj pénztári elszámolás után látjuk, hogy az államkasszájába mennyi pénz spóroldott meg, és utána ennek a fedezet alapján akár az államadóság csökkenthető, akár pedig az óriási állami vállalatok, mint MÁV, BKV, óriási adósságot halmoztak föl, 80 milliárd körüli a BKV, 400 milliárd körüli a MÁV-nak az adóssága. Ennek a konszolidálása is a magyar államadósságot csökkenti valamelyest, hiszen állami cégeknek a kintlevés, vagy az adósságát csökkenti. Ja, igen, de hát azt ugye le kell perkálni, így azt van, a pénzt, tehát hogy olyan, olyan nagyot azért, persze az adóssága csökken, viszont tehát az a mi pénzünkből, ez a óriási összeg a mi pénzünkből megy majd a közlekedési vállalatokhoz. Így van, éppen ezért nem azzal kezdte a kormány, hogy azt mondja a közlekedési vállalatoknak, hogy hát van ennyi konszolidálandó adósságod, nem tudsz vele mit kezdeni, hát kifizetem neked. Ez volt a MSZP időszakban valamelyest a kormányzatoknak a hozzáállása. Egy idő után akkorára nőtt mondjuk az állami vállalatok adóssága, hogy már nem tudott mit csinálni, kifizette helyette. Ugye megtette volna a kormány, ezt tavasszal megteszi, de azért nem tette meg, mert hogyha létrejön az új ugye, közlekedési kódex után az az új tömegközlekedési rendszer, ami a Volánt, BKV-t, MÁV-ot is magában foglalja, ha megvalósította önmagán ezt az átalakítást ezen a nagy közlekedési mamutcég, na akkor fogja az állam kifizetni az adósságát, nem ingyen adja ezt a pénzt kvázi, hanem egy belső átalakításért cserébe. És ezt is a magánnyugdíj pénztári vagyomból? Tehát hogy pontosan mi lesz ennek a fedezete, ez mondom, akkor... Más tartalék mi van? Hát mondom, szépen haladnak az háztartásnak az adatai, ez lesz a legnagyobb forrásunk, nyilvánvalóan, de hát amikor mi ezt kifizetjük, nyilván senki sem tudja most megmondani, hogy novemberben honnan lesz forrásunk, de ezt onnan fogjuk megtenni, ahonnan majd novemberben. De elkötelezték magukat, hogy 6. szakat kifizetik, de még nincs meg a forrás. De hát megvan, csak pontosan van. Nem tudjuk, hogy mekkora lesz a bevételünk a végső elszámolásban a magánnyugdíjkasszáknál. Most látják az emberek is. Hát azért tudjuk azt a három. A számlánkra is most jön meg. Nekem is pont pár nappal ezelőtt jött meg az összeg, amit a magánnyugdíjpénztárak kifizetnek. Tehát jól láthatóan ez még azért halad. A feleségemnek még nem is jött meg, tehát jól láthatóan ez még elhúzódó folyamat. Úgyhogy majd, ha ez meg lesz, elszámolnak velünk a pénztárak, és elszámol az állammal is a magánnyugdíjpénztár, azután akkor majd meglátjuk. Rendben volt, csak itt két különböző dologról beszélünk, tehát a reálhozamok kifizetése a lakosság felé az egy dolog, ott lehet vitatkozni, vannak is, akik vitatják, hogy most akkor jól számoltak, nem jól számoltak, vannak pénzintézetek, akiknek ugye újra kell számolni 1500 tag esetében, de hogy mekkora vagyont adnak át az államnak, ez a vagyonátadás már meg is történt. Ezen most mit akarnak látni, nézni? Is, hogy 3-4% körül lesz az, amivel az álmodosságot tudjuk csökkenteni. Na de az fillére pontosan megvan. 10 milliárd fölöttinek nem tudok megmondani, de én megmondom, hogy körülbelül 3-4% körül lesz az a volumen, mert is volumenre kérdezett, nem pontos összegre, amivel az államadósságot az év második felében a magánnyugdíjpénztári befizetésekből csökkenteni tudjuk. De azt mondták, hogy a magánnyugdíjpénztári befizetések azok a nyugdíjra fogják költeni. Hát mondjuk a MÁV, a BKV, vagy tehát a közlekedési vállalatok azok, de az nem nyugdíj.
Hát garanciát váltunk, így van, ki fogjuk fizetni ezeknek az embereknek a nyugdíját, ezzel az összeggel is megjön. Tehát a közlekedési cégeknek a konszolidációja a magánnyugdíjpénztári vagyonból, ez azt jelenti, hogy a magánnyugdíjpénztári vagyont ezek szerint nem csak nyugdíjra költik. Tehát azt mondták, hogy kiemzik a nyugdíjkasszából, ezek szerint máshova lehet. A többiek pedig egyedi számlásrendszerben látni fogják, hogy az állam mennyit fog nekik kifizetni. Az erre vonatkozó, ki kell fizetni az így államnak. Van, ki is fogja, ezért módosítottunk már jogszabályokat az első fél évben, amelyik pontosan azt adatvédelmi szempontból, egyéb technikai szempontból előkészítette, hogy hogyan fogják az emberek az egyéni számlás értesítésüket, számlavezetésüket vinni a következőkben. De ha a kormány most ezt a 3000 milliárdot elkölti, fontos, hasznos célokra, államadósság csökkentésére, közlekedési vállalatok konszolidációjára, ez a 3000 milliárd akkor is hiányozni fog, illetve akkor hiányozni fog, amikor az illetőnek, az illető nyugdíjasnak, nyugdíjasoknak meg kell, hogy kapják. Tehát ezt valakinek egyszer vissza kell pótolnia. Tehát erre mondják azt, hogy a jövőt éli fel az, aki most elkölti a jövőre szánt pénzt. Egyáltalán nem erről van szó, hogy a jövőt élte volna föl. Jól láthatjuk, hogy a magánkasszáknál érték föl sokkal inkább a jövőt, hiszen 4-5-szor akkora működési költséggel dolgoztak, mint az állami kassza, aminél mi is azt mondjuk, hogy legyen még kisebb bürokrácia, még kevesebb költség, hát ennek a 4-5-szörösét költötték el ők. Az állam garanciát vállalt erre. Azt mondják, hogy az állam ennél sokkal drágábban működik. Nem, hát ez tények mutatják, hogy még 1%-os volt az állami vagyonkezelési költség, addig 4-5% volt ugyanez az adminisztrációs vagyonkezelési költség. Nem, 4-5-szöröse volt a magánkasszáknál az elszámolásokból. Ez kitűnt, úgyhogy sokkal drágábban dolgoztak ők. Hiszen a törvény szabta meg, a törvény volt rossz, tehát nem azt mondom, hogy feltétlenül ők a gonoszak, de a törvény azt szabta meg, hogy 5%-nál nem lehet több a vagyonkezelésnek a díja. És nyilvánvalóan piaci vállalkozások hát felvitték 5% közelébe ezt a díjat. Pontosan azért, mert a törvény ilyen megengedő szabályozást tartalmazott, hát még a Horn kormány idején, amit megalkottak. De az állambácsi lehet, de az állambácsi, hogyha oda befizetünk, az a pénz, az annyit, de befizetünk 10 forintot, az a pénz 10 forint marad. Igen. Vagy rossz esetben csak 9, de mondjuk, hogy 10 forint marad. Ennek meg az volt a lényege, hogy működési költségért fejébe, mert általában nem szoktak ingyen dolgozni az emberek, a működési költségért fejébe, cserébe ezt a pénzt megforgatják, és abból a 10 forintból reményeik szerint csinálnak 12-t, 14-et, 15-öt, aztán ahogy telik múlik az idő, meg még többet. Hát erre volt a működési költség, ez ilyen egyszerű. Hát, igen, csak az állam is ezt a pénzt kezelte, csak ő 1%-ért kezelte, ő pedig 4-5%-ért, és jól láthatjuk. De nem fiolt pertársaságot alapítottak ezek a különböző pénztáraknál levő emberek, hogy van, akinek ugye 1400 forintot fizetnek ki, mint hozam, és közben 1500 forint a kiutalásnak a díja, tehát jól láthatóan itt azért nagyon sokan károkat is elszenvedtek, és ki lehet, hogy kiszámolja, hogy ez megérte, nem érte. Én is néztem ilyen kimutatásokat, valóban van 3-5 olyan magánnyugdíjpénztár, amelyek kiemelkedően jól kezelte ezeket, de van nagyon sok, amelyik rosszul kezelte az állam, garanciát vállalt, hogy mindenkinek ki fogja fizetni egyéni számlásrendszerben, és az állam eddig is kifizette. A legjobb hitelező ilyen szempontból az állam, vagy a legbiztosabb nyugdíjkassza az állam, mert az állam az előző 100 évben is kifizette, befizetünk, abból több nem és lesz. A következőben is ki fogja fizetni. Jó, tehát ezt a pénzt most elköltik, ez a pénz viszont akkor, amikor valakinek kell... Nem azt, hogy elköltjük, hát ezt a... Ezt akkor a, ki kell fizetni, valakinek vissza kell pótolnia. A kipótlásokat az állam eddig is elköltötte, mert fölvett hiteleket, és kipótolta a nyugdíjkasszát. Most nem kell hitelt fölvenni ahhoz, hogy kipótoljuk a nyugdíjkasszát, és tudjuk az álmodosságot csökkenteni. Ezáltal nyilvánvalóan pozitív folyamatok indulhatnak be, ha csak a nemzetközi események nem lesznek olyanok, hogy tényleg egy óriási visszaesést eredményeznek a világ minden országában, tehát ha most csak a belső magyarországi gazdasági adatokat nézzük, ebből lehet munkahelyeket teremteni, ebből lehet többlet adóbevétel, ebből tudjuk nyilvánvalóan mindinkább kifizetni ezeket a nyugdíjakat is. Én ezt mind értem, de ön a jelenről beszél, én meg a jövőről, de akkor egyszerűsítek, én azt mondom, kedves államtitkár úr, adjon nekem kölcsön 1000 forintot, ön ad nekem 1000 forintot, azt mondom, hogy én ezt vissza fogom adni 10 év múlva. Várja is, hogy 10 év múlva én visszaadjam. De én most ezt az 1000 forintot azonnal elköltöm, akkor vagy én, vagy a valamelyik gyermekem, vagy valamelyik hozzátartozom, majd 10 év múlva vissza kell, hogy fizesse. Tehát ha én elköltöm, akkor is ez az adósságom megmarad. A jövőbeni kormányoknak ez a 3000 milliárd forintnyi adóssága megmarad, mert ezt majd egyszer időarányosan, ahogy elérik a befizetők a nyugdíjkorhatárt, vissza kell pótolni a költségvetésbe, vagy a nyugdíjkasszába. Ez
teljesen egyértelmű, és az állam ezt ki is fogja fizetni, ezért van mondom, amit már kétszer is mondtam. De miért látunk, tehát hogy ez egyszerűen össze fog jönni. Enyészámlás rendszerben ezt nyilván tudja tartani, és ki fogja fizetni. Hát legyen így. Még egyet mondjon meg nekem, hogy így a nyári szabadságok vagy szabadságolások idején, tehát miért pont ön lett az a kiválasztott, ön ért rá, vagy ön ért hozzá, vagy tehát miért pont ön nyilatkozik a magyar gazdaság helyzetéről, meg a turbulenciáról? Hát én a Keresztény Demokrata Néppártnak az alelnöke vagyok. Azt tudom. Éppen ezért fontos, hogy a KDNP is megnyilvánuljon nagyon sokszor, és én úgy gondolom, hogy fontos a választóinknak azt elmondani, hogy túl azon, hogy valóban rettenetes híreket kapunk külföldről a nemzetközi gazdasági folyamatokból, de a magyar állam és a magyar kormány, aminek egyik része Keresztény Demokrata, többen vagyunk KDNP és államtitkárok, azért belföldön mindent igyekszik megtenni, hogy Magyarország immunitását növelje, és a magyar gazdaság javuljon. És fontos látnunk egyébként, hogy ez a munkánk ez nem teljesen szélmalomharc, mert 30 ezerrel több a foglalkoztatott, növekszik hát a kis kereskedelmi forgalom. Is tudja, hogyha valakit, nőtt a keresetek. Ez az adat úgy születik, mértéke. Hogyha valaki az elmúlt hónapban akár csak egy órát dolgozott pénzért, akkor az már a foglalkoztatottak körébe tartozik, tehát viszont új munkahelyet még nem látunk, időarányosan az 1 millió még nagyon messze van, de egy mondat erejéig még mondjon nekem valamit a devizahitelesekről, mert hogy ők viszont egyre nagyobb bajban vannak, ha mi optimistán is figyeljük a magyar gazdaság helyzetét, meg a pénzügyi turbulenciát, az emberek otthon a csekküket, csekjeiket nem figyelik annyira optimistán. Nagyon sokan felvetették már, hogy ezt a 160 milliárd forintos banki különadót akár erre is lehetne használni. Ez egy ördögtől való ötlet, vagy pedig megfontolandó? Itt a kormánynak az volt az alapvető álláspontja, hogy egy olyan konstrukciót kell kidolgozni, amelyben maga a hiteles is, a bank is és az állam is szerepet vállal. Egy ilyet is sikerült létrehozni. Az, hogy ezen a héten el fog indulni az árfolyam rögzítés. Ja, csak ez úgy gondolom, akkor 220 forint volt a frank. Így van, de hát az árfolyam rögzítés révén mindenkinek ugyanaz a 180 forintos, 250 forintos vagy 200 forintos euró jen és svájci frank árfolyam lesz, amin a törlesztő részleteket törlesztenie kell, és a konstrukció úgy van kitalálva, hogyha visszaerősödik az euró és a forint a frankkal szemben, hiszen itt a forint és az euró között nincs akkora differencia mozgásban, hanem a franknál, akkor nyilvánvalóan nekik ennyivel csökkenni fog az a különbözet, amit tenniük kell. De 2014-ig nekik ezen a befagyasztott 180 forintos árfolyamon kell rögzíteni. Értem, de nem gondolja, hogy más a helyzet? Tehát, hogyha 220 forintnál azt mondták, hogy jó legyen 180 forintos szint a befagyasztás szintje, akkor hogy az emberek elgondolkodhatnak azon, hogy 220, hát hogyha még egy kicsit erősödik, vagy ki tudja, de jó, akkor az a 40 forintnyi különbség az ketyeg és gyűlik, kamatos kamattal a számlán, és majd 2014 után kell visszafizetni. De most már a különbség, ha 270-et veszük, mert volt már 270, meg fölötte is, akkor 90 forintnyi különbség ketyeg a számlájukon. De biztos, hogy ez annyira csábító, jó ajánlat? Azt hiszem, hogy a legfontosabb, hogy ezek az emberek, hogy az előző egy évben a kilakoltatási moratórium miatt megmenekültek attól, hogy utcára kerüljenek. A következő 3 évben, pedig 2014-ig, mindamellett, hogy törlesztenek, szintén nem kerülnek az utcára, hiszen ezt az óriási különbözetet nem kell, hogy kifizessék. De azért azzal is számolhatunk, hogy ezeknek az embereknek a helyzete valamelyest javul, hiszen nem marad most 10 évig 270 forinton a svájci frank, hanem valamelyest visszagyengül. Ebben de a kérdésben kapkodni nem szabad. Is, de kapkodni nem meg, szabad, vissza és vigyáznunk kell arra, szerintem arra vigyáznunk kell, ezeken az embereken segítenünk kell, de úgy kell segítenünk, hogy nyilvánvalóan más emberek, akik meg forinthitelt törlesztenek, nagyobb törlesztő részlettel, ne az ő pénzükből adjunk kvázi ajándékba valakinek, hanem itt közös felelősségre válaszra van szükség. Ők is nagyobb kockázatot vállaltak, de nem akkorát. Banki különadót nem akarják felhasználni? Én úgy gondolom, hogy ezt nem egyik napról a másikra kell meghozni ezt a döntést. A helyzetük ezeknek az embereknek azért 2014-ig most megvan oldva. Ki kell számolni, és ez nyilvánvalóan nem egy napos munka a Nemzetgazdasági Minisztérium szakembereinek, hogy milyen pályák várhatóak, hogyan alakulhat a svájci franknak az árfolyama. Szóba jöhet a felhasználása a banki különadónak, vagy nem? Szerintem nem a banki különadóban lényeg, hanem 2014 után, miután az árfolyam befagyasztás megszűnik, azután pontosan hogyan kell, vagy hogyan lehet ezeken az embereken segíteni, akkor már nem lesz például a banki különadó, hiszen addigra kivezetjük már. Aki ezen gondolkozott, az félre gondolta valamelyest ezt a problémát, mert akkor akarja felhasználni a banki különadót, amikor a banki különadó már kivezetésre kerül. Nem, aki erről gondolt, az a jelenre gondolt, hogy most fel lehetne használni. Igen, de nekünk nem most kell ezt a problémát
ezt a részét megoldani. Hát akkor csak kitolták a problémát. Nem kitoltuk a problémát, mert a probléma, meglátjuk, hogy hogyan alakul a következő 3 évben. Nem, nincs kőbe a probléma vésve, most van, hogy és akkor mi azt mondjuk, hogy majd 2014. Nem, ezeknek az embereknek a problémáját most 2014-ig orvosoltuk. Aki fizetőképes volt 1 évvel ezelőtt, az a következő 3 év is fizetőképes lesz, hiszen az előző 1 év árfolyamán, vagy még az alatt, nem, az előző 1 év árfolyam alatt tud ő törleszteni. Igen. Tehát az ő fizetőképességét, az ő lakhatását megőriztük. Igen, csak hogy 3 év múlva történnek, meg honnan lesz ennyi pénze? De hogy mik történnek, de hát nem láthatjuk pontosan most, hogy mennyi lesz 3 év múlva a svájci franknak az árfolyama. Ki fogjuk számolni, mert nem mondjuk azt, hogy most 3 évig hátradőlünk, ezt a problémát megoldottuk. Dolgozni fogunk azon is, hogy mi legyen pontosan. Akkor erre ugye előzetes kormányzati tervek, modellek nyilvánosságra is kerültek, hogy akkor sem lehet 15%-nál nagyobb az a különbség, ami a törlesztő részlet növekmény legyen, de nyilván ahhoz, hogy ennek kormány előterjesztés formája legyen, ahhoz nekünk háttérszámítást kell végezni. Ez egy óriási összeg, itt adófizetők pénzéről van szó, nem bánhatunk ezzel úgy, hogy egyik nap valaki felvet valamit, ami egyébként nyilván van megvalósítatlan, hiszen 0 forintos különadóból nem lehet megsegíteni akkor majd a devizahiteleseket. Nem, a jelenről beszéltünk, és ez nem adófizetői pénz, az a bankoknak a külön adója, tehát ezért vetették fel többen. Tehát közpénzről van szó egyértelműen. Hát most már igen, mert már benn van a központi költségvetésben. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.